A Maros megyei Maros-Szentgyörgy Románia legnagyobb községe. Az elvárosiasodott település, bár nem rendelkezik évszázados hagyományokkal, lakói sokszínűségéből adódóan egy ideális helyszín az értékteremtés és az új ünnepek számára. Ezzel a céllal rendezik meg immár több mint 20 éve a település ünnepének számító Szentgyörgy napokat. A község névadójának idén 21. alkalommal megszervezett ünnepére április 20 és 26-a között került sor, amelyen a hangsúly a helyi értékek bemutatására helyeződött. Így a többnapos rendezvénysorozaton kiemelt szerepet kaptak a helyi csoportok, alkotók, szervezetek, de természetesen voltak országos vagy éppen nemzetközi ismertséggel rendelkező meghívottak is. Sófalvi Sándor Szabolcs 2008 óta tölti be a polgármesteri tisztséget Maros-Szentgyörgyön. Azóta a település látványos fejlődésnek indult, számos utcát aszfaltoztak, új létesítményeket építettek. Az előrelépés tetten érhető a helyi csoportok tevékenységein keresztül is. A polgármester elmondása szerint hivatásként, szolgálatként tekint munkájára, amely lehetőséget teremt az értékteremtésre. Én nem ezt tartom a legfőbb dolognak, ami történhet egy település életében, habár sokan ezt várják egész évben, hogy mikor lesznek a Szentgyörgy napok, ilyen-olyan koncertek. Most a Szentgyörgy napokon is a fő hangsúlyt nem arra fektettük, hogy na milyen tűzjáték lesz, vagy milyen híres sztárok, fellépők jönnek. Ez számomra másodlagos, de ilyenek is lesznek. Az elsődleges dolog az, hogy a helyi értékeket bemutassuk a helyiek számára, a megyeiek és az egész országban lakók számára. És én ez alatt az értékek alatt a kulturális értékeket látom. A keresztény értékeket látom, azokat a természet adta dolgokat, mint például ez a 803 éves vagy 713 éves tölgyfáknak a megvédése, facsemeték ültetése, a bölcsődének a megépítése és hamarosan a felavatása. A helyi értékek, legyen ez néptánc, éneklés, festőművész, fotós, könyvíró, költő bemutatása. Fülöp Jenő Afiab díjazott fotográfus immár 15 éve él Maros-Szentgyörgyön. A Szentgyörgy napok keretén belül, akiket Foga figura címmel kiállítást nyitott meg a plébánia tanács termében. A fotósorozatot, amely a kibédi, alsósófalvi, székelymezőségi, csíki és gyergyói farsangolási szokásokat mutatja be, dr. Barabás László néprajzkutató méltatta. A magyar néphagyományban, tehát a farsangnak óriási szerepe van. Évek óta keresem azokat a gyökereket, amelyek ezt a néphagyományt megszülték. Hála legyen a jó Istennek, megismertem dr. Barabás Lászlót, aki mint antropológus, tehát etnográfus, ezzel a dologgal is többek között foglalkozik, és az ő vezetése alatt kezdem én is rendszerezgetni a képeimet. Tehát visszamenőleg már vagy 4 évre, tehát ezekkel a képekkel foglalkozom többek között. Bod Gyula, a Marosvásárhelyi Marx József Fotóklub elnöke úgy véli, Maros-Szentgyörgy egy nyitott, befogadó közösség, ahol igény van színvonalas fotókiállításra. Ez bizonyítja, hogy immár 4. alkalommal állítottak ki Fülöp Jenő képeiből a Szentgyörgy napok keretében. Minden évben egy fénypontja volt a rendezvénynek a fotókiállítás. Ugye Fülöp Jenő egy nagyon aktív tagja a Marx József Fotóklubnak, több kiállításon szerepel, most nemrég volt a Károlyi Kastélyban egy ugyanilyen farsangi szokásokból egy kiállítása, most ugye itt Maros-Szentgyörgyön, úgyhogy én azt mondom, hogy igény is van rá, hogy itt Maros-Szentgyörgyön ilyen színvonalas kiállítással szerepeljen Fülöp Jenő, mert már a rendezvények itt Maros-Szentgyörgyön is ugye évről évre mind színvonalasabbak, így akkor a fotókiállítás is egy fénypontja ennek a rendezvény sorozatnak, mert ugye több napos rendezvényről van szó. A kiállítás megnyitóját követően Moldován Irén magyar tanárkönyv bemutatójára került sor. A Maros-Szentgyörgyi pedagógus kötetében édesapjának, Bence Árpádnak állít emléket, aki a magyar királyi testőrségnél szolgált Horthy Miklós közvetlen közelében, majd közel 4 évig volt hadifogoly Oroszországban. A kötetem címe Édesapám, édesapám halálának 20. évfordulójára írtam meg. Fölkavart a visszaemlékezés, kollásszerű.
könyvecske, édesapám a Magyar Királyi Testőrség testőreként dolgozott katonaként, és onnan vitték fogságba, majdnem 4 évi oroszországi fogságban szenvedett, és ezt az időszakot próbáltam feleleveníteni. Maros-Szentgyörgyön összesen 12 kórus működik, így érthető, hogy a Szentgyörgy napok kiemelt jelentőségű eseménye volt a tavaszi kórusfesztivál, amelyen egy jászberényi kórus is fellépett. A rendezvényen köszöntőt mondott Jászberény polgármestere dr. Szabó Tamás, aki elmondta, éppen egy kórus találkozó alkalmával járt legelőször Maros-Szentgyörgyön. Nem csak a népi daloknak biztosít jó termőföldet Maros-Szentgyörgy, hiszen a helyiek a polgármesteri hivatal támogatásával megmutatták, lehet a hátrányból előnyt kovácsolni. Vagyis annak ellenére, hogy nem létezik egy specifikus maros-szentgyörgyi népviselet vagy éppen tánc, lehet új szokásokat, hagyományokat teremteni, legfőképpen a gyerekek bevonásával. Elárulom azt is, hogy sokszor olyan kívánkozva tekintek olyan településekre, Székelyföldre gondolok, vagy akár más vidéken is, nem tudom, Torockót említsem meg, vagy Kibédet, vagy bármelyik település megemlíthetném, ahol tömb magyar közösség lakik, és a régi hagyományaik vannak farsangtemetés terén, néptánc területén, minden területen, hogy Maros-Szentgyörgy egy elvárosiasodott település, és ez mindig érződött. Itt nem voltak régi néptánc együttesek, kórusok azok voltak, nem voltak nem tudom milyen égbe kiáltó hagyományok mégis. Azt látom, mivel vannak értékek Maros-Szentgyörgyön, lehet teremteni hagyományokat, és itt megemlíteném például a néptánc területét. Igen, nincs Maros-Szentgyörgynek egy jellegzetes néptánca, de a marosmenti, felső vagy alsó marosmenti, vagy még a mezőségi táncból is átvett, és kialakult egy stílus. És ez most született egy pár éve, nem beszélünk évszázadokról, lehet. És csak annyit kellett, hogy az önkormányzat támogasson egy pár vérbeli oktatót, hogy ne kelljen fizessenek a gyerekek és a szülők azért, hogy néptáncot tanuljanak, motiválni őket, hogy fel fogtok lépni a nagy színpadra a Szentgyörgy napokon, és már is több száz gyerek jött el néptáncot tanulni. Máté Zsolt néptáncoktató úgy véli, a maros-szentgyörgyiek a legjobb emberek a világon. Ezért is látja kiemelt fontosságúnak a néptáncoktatást, amelyet testvérével több mint 80 gyereknek biztosítanak Maros-Szentgyörgyön. A Szentgyörgy napokon ezzel a nagyszámú, népviseletbe öltözött csapattal vonultak fel, megmutatva a településnek önmagukat és az általuk képviselt értékeket. Maros-Szentgyörgy arról híres, hogy nem nagyon volt hagyománya régebb, tehát mondható úgy is a jó jelző, vagy ez a szeretvedett társaság, mert tehát ez úgy működik, hogy fele vásárhelyi, fele meg ilyen-olyan falvakból költöztek ide, mindenki hozta a saját hagyományát. Most nagyon-nagyon nagy nehézségekkel, de próbáljuk megőrizni, és próbálunk létrehozni egy hagyományt, azért is van ez a 80 gyerekünk, hogy egész kicsi óvodás, 3 éves kortól már kezdünk velük. A felvonulásról pedig egy annyit, hogy nagyon jó dolog, mert az egész falu, román, magyar, cigány, mert sokan vagyunk, mindenki lássa, hogy igenis van néptánc Maros-Szentgyörgyön, van sok székelyruhás gyerek, akik nagyon ügyesek, azon kívül pedig vannak 3 évestől, körülbelül 60 évesig táncosok, mert van 8 néptánccsoport Maros-Szentgyörgyön, ami őszintén egy nagy büszkeség szerintem. A község vezetősége nagyon jól tudja, hogy akkor tud egy jövővel rendelkező közösséget építeni, ha annak minden tagjára, minden generációra egyaránt figyel. Éppen ezért az április végi rendezvénysorozat egésze igyekezett megszólítani kicsiket és nagyokat egyaránt. Tekintve, hogy a mai gyerekek, diákok lesznek a jövő felnőttei, a polgármesteri hivatal gondoskodott arról, hogy már most közel hozzák a helyi iskola diákjait a maros-szentgyörgyi értékekhez. A Máriafi Lajos kastély parkjában egy 713 éves tölgyfánál helyeztek el emlékplakettet. A község elöljárói e szimbolikus cselekedettel fejezték ki a helyi közösség elkötelezettségét az értékek megőrzése mellett.
Sófalvi Sándor Szabolcs elmondta, a körülkerítéssel nem az emberek eltávolítása a cél, hanem a védelem és törődés kifejezése, amely immár a diákok feladata is lesz. Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy polgármestere úgy véli, sok közös pont köti össze Zalaszentgyörgyet Maros-Szentgyörggyel. Ugyanis Zalaszentgyörgyön is vannak országos védettségű kocsányos tölgyek. A maros-szentgyörgyi közösséget erősnek és sokszínűnek látja, amely a változatos körülmények ellenére is életképes marad. A Maros-Szentgyörgyön folyó közösségépítést és az összefogást azt úgy látom, mint ahogy a 700 éves tölgy körül a fák és a cserjék nőnek, fejlődnek, hogy együtt él több nemzet, együtt él több faj ebbe az erdőtársulásba, és több évszázadot túlél az a tölgy, ami még a mai napig is áll. Ugye ez egy kocsányos tölgy, egy Quercus robur, és úgy, ahogy a magyarság is itt a Kárpát-medencében, ez a faj is túlélte a történelmi idők viharát, túléli a klímaváltozást is, és ma is kihajt és reményt ad arra, hogy itt leszünk több évszázadon keresztül. Rekorder kerékpározó is megörvendeztette az eseményre kilátogatókat. A sepsiszentgyörgyi Orbán Barra Gábor az aktív közönségre is támaszkodott káprázatos produkciója során. A kétszeres Guinness World Recordert egyhamar nem fogják elfelejteni a maros-szentgyörgyiek. A Marosvásárhelyi Sportiskola birkózó csapata is részt vett a szentgyörgynapokon egy rövid bemutatóval. Fazakas Csaba sporttanár szerint az ilyen alkalmak azért fontosak, mert az emberekben helytelen kép alakult ki a birkózásról. Erre szeretnének többek között rácáfolni. Az, amit bemutattunk, az egy kétórás edzés tartalmaz, lerövidítve. 6 percben összeállítottuk a bemelegítést, a technikai fogásokat, meg a birkózást. Amit nagyon fontosnak láttam, hogy itten bemutassuk a szentgyörgyi napokon, hogy megismertessük a szülőkkel, meg a gyerekekkel. S hogy miért is jöttek a bemutatóval Maros-Szentgyörgyre? Birkózóik között találunk igen tehetséges szentgyörgyieket. Van, akik jár, Nyulas Előd, aki pontosan szentgyörgyi, elég eredményes sportoló, Sikó Dávid, még túl fiatal, de nagy reményeket fűzünk hozzá. A 21. szentgyörgynapok minden korosztály számára tartogatott érdekes programot. A legkisebbek számára egy nevelő, buzdító célzattal megszervezett bicikliversennyel készültek a szervezők, amely a résztvevőket hozzásegíti a kapcsolatok építéséhez, illetve a helyi közösségbe való beilleszkedéshez. Én azt mondom, hogy az adja meg a különlegességét, hogy Maros-Szentgyörgy félig város, félig falu. Nagyon sok beköltözött család van, de nagyon sok régi Maros-Szentgyörgyi is van, és az ilyen jellegű rendezvények egyfajta hídat képeznek, hogy ismerkedjenek azok a gyerekek, akik nemrég költöztek ide Maros-Szentgyörgyre, a régi családok gyerekeivel, és azt látom, hogy szervezhet sokféle rendezvényt, iskolában találkozót vagy bárhol, amikor sportról van szó, és ilyenfajta szórakozásról, sokkal nyitottabbak a gyerekek, hogy eljöjjenek, és itt, amíg várják nagy izgalomban, hogy ki az első, ki a második, társalognak, ismerkednek, és a tavalyi tapasztalatból mondom, hogy barátságok születtek meg, és most már ők létrehoztak magunknak maros-szentgyörgyi bicajos csapatokat, csoportokat, és együtt járnak kerékpározni a Marospartra vagy a Cinegetető felé. Ezért különlegesnek tartom, hogy egy ismerkedési felület, és az adta meg a hangját ennek, hogy a Maros-Szentgyörgyi napok alkalmából kezdtük el ezt szervezni. Csicsáki Tamás évekig profi kerékpárosként sportolt, és kész tenni azért, hogy a kerekezés örömét minél többen megtapasztalják. Úgy véli, a gyerekeknek a jövőbeli boldoguláshoz elengedhetetlen a sport. Éppen ezért örül annak, hogy részt vehet a verseny szervezésében. Örvendünk, hogy ennyien vannak, örvendünk, hogy minden évben fejlődik ez a sport, akár csak itt is, gyerekek körében is, az egész ország szinten fejlődik ez a sport, és ezt szeretnénk népszerűsíteni, mivel hogy ez egy nagyon szép sport. De a szórakozás egyéb formái is jelen voltak a rendezvény sorozaton. A Tini Teaestesek jóvoltából az érdeklődők a magyarországi By the Way tagjaival találkozhattak, feltehették kérdéseiket, illetve közös fotót is készíthettek a formációt alkotó három tehetséges sráccal. Oh.
idősebb generációk számára ott volt a színpadon a Kormorán, a rendezvény sorozat zárónapján pedig a piramis lépett fel a Maros-Szentgyörgyi iskola udvarán felállított színpadon. Mindkét koncerten zsúfolásig megtelt a tér. A település közösségépítő munkájában ugyancsak kiemelt szerepet kapnak a keresztény értékek, a keresztény hit átadása. Nem volt ez másként az idei Szentgyörgy napokon sem. Baritz Lajos Maros-Szentgyörgyi plébános szerint erre azért van szükség, mert Szentgyörgy személye azt üzeni a mának, hogy keresztény voltunkra ma is figyelni kell, ápolni kell hitünket. Maga az ünnep Szentgyörgyről szól, hiszen György maga a kereszténységnek mondhatjuk korai századaiban egy védőbástyája, egy bajnoka a krisztusi szeretetnek, és jónak látom, hogy nem csupán ilyen polgári, evilági ünnepség sorozat zajlik, hanem kissé visszatérve a keresztény üzenethez. Szent Györgyről lehet beszélni úgy is, hogy valamikor élt és annyi, de mi az üzenete mára? És a mai üzenete az, hogy legyünk jó keresztények. Próbáljuk megélni az idők forgatagában, az új időknek új dalaival adiként a keresztény életünket. Természetesen nem kell harcba mennünk is, nem kell háborúznunk. Vannak saját belső kis csatáink, amelyeket az Úr segítségével meg kell, hogy harcoljunk, és az Úr elég hatalmas ahhoz, hogy segítsen minket, hogyha együttműködünk vele. A keresztény sátor, dicsőítő koncertek és helyi fiatalok által előadott flashmob is a rendezvény sorozat gazdagabb átételét szolgálta. Gergely Szabolcs Maros-Szentgyörgyön él és a Marosvásárhelyi Magvető Közösség tagja. Úgy véli, szükség van az ilyen rendezvényekre is, hiszen a keresztény hit olyan értékeket hoz be életünkbe, amelyek által elősek tudunk maradni, amelyekkel felvértezve bármivel felvehetjük a harcot. Hogy egy olyan polgármestere van ennek a településnek, aki istenhívő, aki nem csak egyszerűen istenhívő, hanem hogy Istenre és az ő igéire építi az ő életét, és mindenképp örültünk az ő meghívásának, hogy mi, mint keresztény dicsőítő csapat eljöhetünk, és valamilyen formában egy újabb szint vihetünk bele a Szentgyörgy napok keretébe. Az üzenet, amit átadunk, az egyértelműen az, hogy bármit teszünk ebben az életben, nagyon fontos, és az a legjobb, hogyha Istennel tesszük. Tehát az, ami Isten nélkül van, az előhozza belőlünk azt az önzőséget, vagy azt a önmagunk felé fordulást, amit hát úgy gondolom mindannyian tapasztaljuk, hogy nem jóra vezet. A fiatal maros-szentgyörgyiek is aktívan bekapcsolódtak a programsorozatokba, legyen szó a szervezésről, vagy éppen a fellépésről. A mintegy fél évvel ezelőtt alakult Tini Teaest egy olyan helyi közösség, amely havonta legalább egyszer összegyűjti a maros-szentgyörgyi fiatalokat, hogy identitásuk, közösségtudatuk kialakulását segítsék, hogy a keresztény értékeket átadják nekik. A Szentgyörgy napokra is az ezen értékeket központba helyező flashmobbal készültek. Pintér Béla Új szív című dalára több mint fél száz helyi fiatal táncolt. S hogy miért is van szükség erre? Berecki Adél, a flashmob koreográfusa szerint a tánc az maga a szórakozás és öröm, amellyel a tömegeket sikeresen meg lehet szólítani. Célunk ezzel a flashmobbal az volt, hogy úgy a fiatalokat, mint a felnőtteket és ugyanúgy az időseket és a kicsibabákat is meg tudjuk szólítani, el tudjuk érni őket, és bemutassuk a keresztény hitnek egy modern, fiatalos oldalát, amely teli van energiával és gyönyörű is. A 21. Maros-Szentgyörgyi Szentgyörgy napok szervezését sikerként könyvelhetik el a helyiek. A község polgármestere hálásan tekint vissza mind a szervezésre, mind pedig a résztvevőkre, akikért létrejött a rendezvény. Hála van a szívemben, elsősorban azért, hogy ilyen csodálatos idő volt, ez Istentől egy ajándék volt, másodszorban azért, hogy rengeteg ember részt vett a szentgyörgynapi rendezvényeken, ezért köszönet Maros-Szentgyörgynek, Tófalvának és Csejnek, mert
hozzánk tartoznak, és meg szeretném köszönni azt is, hogy türelmesek voltak az emberek, toleránsak voltak, találkoztak románok, magyarok, romák egyaránt, jól érezték magukat, hogy rengeteg vendég volt, azért is köszönet, és persze türelemért, amiatt is, hogy zaj volt ezekben a napokban, forgalomkorlátozás, meg azért is elnézést kérek, hogyha esetleg valakinek nem tetszett a program, próbáltunk minél változatosabbá tenni, minden korosztálynak megfelelővé tenni, de persze ilyenkor, amikor az ember szervez valamit, fellépőket hív meg, bármennyire próbáltuk igénybe venni a különböző korosztályok és ízlések igényeit, nem mindig sikerült, ezért elnézést kérek. Olyan rendezvényt nem tud szervezni, hogy mindenkinek tökéletesen tetszedjen, de a részvétel azt jelezte vissza, hogy nagyjából ez sikerült.